A Béla úti csatornázáskor akadt bele az egyik markológép a rombológránátba. A 15 cm átmérőjű német bomba 250 méteres hatótávolsággal bír. A bejelentés után a tűzszerészek megkezdték a munkát. Kellő szakértelemmel kell hozzányúlni. Ezért mindig van nálunk egy járőrparancsnok, aki ugye első osztályú és nagy tapasztalattal rendelkezik. Ő tudja, hogy a biztonságos hatástalanítás érdekében mindent tud, hogy hogyan kell hozzányúlni, hogyan kell megmozdítani és elszállítani, akár hatástalanítani az eszközt. Egy ember oda, igen. Ide szerintem kettő elég. A rendőrség kiürítette a környéket, lezárták az utakat mintegy fél órára. Ez összesen 12 lakóházat és 15 főt érintett, illetve a Béla útnak mintegy 100 méteres sugarú körben kellett végrehajtani az zárását, tehát éppen ezért mind a gyalogos forgalom, mind pedig a járműforgalom korlátozva volt. A munkálatok befejezése után a tűzszerészek elszállították a romboló gránátot és a zámai homokbányában felrobbantották. A gyakorlott katonák egyébként azt is elárulták, hogy a hasonlóképpen megtalált bombák 95%-a éles, ezért ha valaki ilyet talál, mindenképpen értesítse a rendőrséget.